élete oly pörgős, minden hefajra kész. Lángoló hajától megáll az ész. Nővérei hat kísérleteinek alanya. Nézd meg, hogy telik el egy napja Johnny Test. Kedven szuper beszélő kutyája Füdi, aki bohóc arcú és imád kávét inni. Anyja munka megszállott, apja rendmániás. Rumli szoba és hangrobbanás, ő Johnny ügynökök, különszínik kék, hogy lények fagyasztó kölykök, állatok, játékok és öntraktorok. Újabb nap egy fiú életében, egy 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 újabb nap egy fiú életében, Johnny a főnök. Mozgás, mozgás, mozgás! A fasírt plázába kell érnem, mert elkapkodják a fasírtokat! Tegyél ki minket az intézetnél! El kell kérnünk egy nukleószervót a kísérletünkhöz. Lányok, az új haj kondicionálónak testesebb és élettelibbé kellett volna tennie a hajamat, nem pedig saját testet és életet adnia. Jó, vigyél a fodrászszalomba, ebben a pillanatban is nő. Hasta la vista! Minden jót! Szállj be a kocsiba! Nem akarok, amúgy is tudok magamra vigyázni. Felelősségteljes vagyok. Nyugodjatok meg, gyors tárcsázom vannak a fontos számok. Büdi pedig részben házőrző. Erre én tanítottam. Nézd, kisfiam, anyáddal nem szívesen hagynánk egyedül téged. Aj, nem már! Téged mikor hagytak először egyedül, apa? Te korodban. Szívem! Jó, megmondom, mi lesz. Te vagy a főnök, de csak egy órára, viszont ez felelősséggel jár. Egy, nem hívsz át barátot. Kettő, ne zabáld tele magad, és maradjon tiszta a konyha. És három, ne menj a laborba, és ne nyúlj a kísérletünkhöz, a mikrobogárhoz. Felettébb destruktív, és bármin átrágja magát, úgyhogy ne ereszd ki. Jaja, semmi labor meg bogárizé, úgyis unalmasan hangzik. Nézd, mi már ismerjük ezt. Nagy dolog, ha te vagy itthon a főnök. Ha túl nagy bajban vagy, van egy végső lehetőség. Egy titkos jelszó. Azt a rézangya lát neki. Ez miféle ostoba jelszó? Jahogy, eféle ostoba jelszó. Egy-két, rendben, akcióval! Susan, mi az ábra? Bevetésre készen állunk! Sajnálom, tábornok, nincs semmiféle ábra. Johnny csak véletlenül kimondta a titkos jelszót. Akkor nincs közvetlen veszély? Ezúttal nincs. Bocs, hiúk, vaklárma! Uhú, jégkrém! Remélem, van a kettet cizem? Gép karamell! Jól van, Johnny, te vagy a főnök! Ne okoz csalódást! Jó, Johnny a főnök! Menjetek! Vrom-vrom! Papa! Hát, Johnny a főnök! Johnny intézi az ebédet, ő intézi a mókát, és ő intézi a világon minden! Szerintem az összes étel közül a pastrámi a legáramvonalasabb. Jaj. Nézd, micsoda kupi! Nyugi, Johnny a főnek! Egy automatikus porszívó? Zsír! Vigyük ezt a rosszaságot a szobába, és toljunk játékot! Na hát, ez fenomenális lesz. Ez lehet, hogy nagy hiba volt. Szerintem egyértelmű, hogy hiba volt. Köszönjük a részvételt. A pád részvételért járó fasért olimpiai kupája. Ne! Johnny intézi az elkapást. Jó, unatkozom én is most. A laborba! A nővéreid konkrétan megmondták, hogy ne menj oda! Induljunk! Rakétakori, uncsi, antiunalomgép, te kuncsi! Unatkozom, te az micsoda? Semmi különös, csak a nővéreid halálos mikrobogara. Ez akar veszélyes lenni. Lépj hátra a bogártól.
Mi van, unatkozott? Apropó, én is unatkozom. Na, hogy? Fasírt pláza. Na, milyen a hétvége? Igen, az enyém is jó. Csak feltankolok fasírtból. Az asszony a fodrásznál, a lányaim pedig a szokásos. A fiam otthon. Ráhagytam a házat. Egyedül. Gyerekkoromban a szüleim egyedül hagytak, és narancsnével leöntöttem anyám legszebb terítőjét. Az gáz. A többiekért kell mennem, mielőtt Johnny porig rombolja a házat. Érdekes. Apróságokat megosztani a világgal a napodról unalmasnak tűnik, de nem az. Na ugye, egyedül vagyok. Johnny a főnök. Mit írtál az előbb? Egyedül vagyok, Johnny a főnök. Miért? Buláj van! Ezért! Johnny intézi a bulizást! Jaj! Horbeli Tudományos Intézet. Lányok! Gyerünk, mozgás! Bocs, lányok, de nincs időnk trécselni, haza kell érnünk! Nem egy sértésnek, Magda, de bizonyos munkákhoz nagyon fontos a térlátás. Na, menjünk! Még nem vagy kész! Az alkotás idő! De nincs idő! Meg kell menteni a házat! Majd visszaragasztjuk, most mozgás! Gyerünk! Nem fognak! Nesze! Johnny intézi a golpasszókat is, király! Súlyos, nagyon-nagyon súlyos, Johnny. A szüleid hazaérnek 20 percen belül. Csak 15 perc kitakarítani, nyugi. Johnny minden tökre elintéz. Nincs gáz. Gáz van. Látom, intézed a dolgot. Elintézed az örök szobafogságot. Tudom én, kutya. Szia, anya! Szia, drágám! Csak érdeklődöm, hogy minden rendben? Jobb nem is lehetne. Minden tökre az uralmam alatt van. Mondtam én, minden rendben. 10 perc múlva otthon leszünk, és kopasz vagyok. Hamarosan látlak. Oké, rohanok, mert tudod, én vagyok a főnök. Szia! 10 perce belül itt vannak. Lehet ez még rosszabb is. Johnny, meg kell állítanunk azt a mikrobogarat, mielőtt szétrágja az egész házat. Na jó, már nem én vagyok a főnök, mindenki haza! Akkor hol bulizzunk? Davy egyedül van otthon. Kizárt, hogy ezt mind helyrehozzam. Azt a rézangyalát neki! Na, várjunk csak! Ezzel mi voltunk? Nem, mi voltunk. És a mi alatt azt érti, hogy ő. Ki kell pofozni a házat. Tudod, a hadseregek jobbak az otthonok elpusztításában, mint az építésükben, úgyhogy ez van. Johnny a főnök, úgyhogy segíts kipofozni a házat, különben többet nem segítek, pedig sokat szoktam. Értettem! Hallották? Egy-két! Dogo van! Szombaton! El az utamból! Meg kell mentenünk a házat! A függöny feldobja a szobát! Így hangulatosabb! Félre! Voilà! A zsír új házad! Fagylalt! Ezt kiérdemeltük! Egy-két! Gyorsan, be a házba! Megjöttünk! Már
Már is letelt az óra. Röpül az idő, ha az ember szórakozik, nem? Mintha jól éreztem volna magam. Mi történt a hajaddal? Azt hittem, hozol fasírtot. Nos, a konyha makulátlan. Semmi nyoma barátoknak. Úgy tűnik, a mikrobogár is megvan. Hát, büszkék vagyunk rád. Ráthagytuk a házat és bebizonyítottuk. Kitette ezt odébb? Már is jobb. Mi a... Hidd ezt! Davy buli a gáz, a tiéd sokkal jobb. Johnny! Mire számítottatok, ha egyedül hagytok? Johnny szuperúj mega ellensége. Édes kutya! Amikor megvettem ezt az Odon alapítás napi kalapot, adtak hozzá Odon savanyú cukrocskát. Olyan savanyú, hogy éget. Incsiklandul hangzik. Tudod, Johnny, szerintem nem olyan jó ötlet, hogy elmész a felvonulásra. Miért nem? Íme a bizonyíték. B és C. Ezt hogy értsem? Minden esetben katasztrófát okoztál. Nyugi, idén nincs miért aggódni, csak a kalapot viszem meg a savanyú cukrot. Mégis mi történhet? Johnny! Ez már is rosszul hangzik. Valami megváltozott. Új képenyetek van, vagy micsoda? Nem. Valaki lenyúlta a cuccainkat. És miért érdekeljen ez engem? Azért, mert te voltál az. Mi? Nem én voltam. Ha nem te loptad el az építőrobotokat, meg mindent, akkor ki volt? Johnny! Miért kiabál mindenki, mint apa? Azért, Jonathan, mert elloptad a holminkat. Hol van a meg a markoló kesztyűm és a brill ballonom? Elrontottad a gázzal töltött meglepetést. Susannek. Nekem meg kell a szuperpáncélom, Johnny. Anélkül, hogy pusztítsalak el. És hol van az én fagysugár és fagylatkészítőgépem? Miért hiszi mindenki, hogy lapak? Hát, volt már példa rá, hogy kölcsön vettél egymást. Nem már, csak egy dolgot mondj. Az űrhajóm. Nem is. A fagybombáim. Nem is. A platinum borítású rágógumi puhítóm, azzal szuper nagyra fel lehet fújni. Na jó, azt talán én voltam. Jól van, Johnny. Ha nem te nyúltad le a holminkat, akkor ki? Azt hiszem, tudom, és meg is mutatom. Hé, az a röntgen puskánk! Igen, tegnap kölcsön vettem, hogy belássak a frigóba. Rendben. Tiszta vagy. Pénzt tettél? Bankról még nem hallottál? Mi van? Azt hittem, hogy csoki. Na jó, ha nincs köztünk a tolvaj, akkor ki az? Johnny Test! El foglak pusztítani! Sose jutok a felvonulásra. Na jó, ebben meg... Szuper megagonosz ember vagyok. Mi? Hát nem vagy te se nem szuper, se nem mega. Sőt, egész alacsony vagy. Igen, de tudtam, hogy mind ide jöttök Johnnyt vádolni, és besétáltuk a csapdámba. Tarts ki, Bidi! Fuss csak nyugodtan, Johnny Tess! Majd elfoglak, ha jössz megmenteni a nővéreidet, ahogy mindig is szoktad! Na hát, tényleg jól ismer! Szabadíts ki, Johnny! Mert vagyok! Nem érünk rá, kutya! Elszökik! Zúzzunk! Ácsi, fiam, lassítsál! Van jogosítványod jégkockára? Ahó, nem jégkocka vagyok, hanem jégkutya! Ja, az mindjárt más! Egy jégkutyához nem kell jogosítvány! További szép napot! Tarts ki, Büdi! Ne, lerázott minket! Nem rázott le minket, megelőztük őket! Ez léghajó, nem rakéta! Igaz! Na jó, le kell győznünk az új gonosztevőt, megmentenünk a nővéreimet és eljutni a felvonulásra. Aha. Azt hiszed, meg tudsz lasszózni egy léghajót? Hát, kábolykalapon van. Hoppá, elhibáztad Johnny Test. Szép rodeó, haver! És most? Fogjuk taposni az új gonosztevőt! Ki? Ha! Mehet!
vissza a feladónak! Hogy segít a rágó a nővéreid megmentésében? Hát így! Hoppa. Ugye milyen kellemesen, amikor egy rágó tapad az ember léghajójára? Megmentelek, Johnny! Látod? Tökre megmenekültünk. Sose fognak megmenteni! Ez a gonosz tevő nagyon jó. Mi is a neve? Super Mozzarella Vegan Retek. Nem, inkább szédült matekos, gondos kender. A szuper meg a gonosz ember! Nem, igazad volt, Büdi, Vegan Retek. Porkbeli fegyház. Akkor setlet volt bezáratnod magad, hogy bentről szabadíts ki minket? Ó, persze, igen, az egész a tervem része. Nincs semmilyen terv. És nála vannak az építőrobotjaink! Ne engedjétek őket megszökni, és bármi történjék is, ne engedjétek a páncértelem közelébe, ami tele van a holmiukkal! Nem húzhatják keresztül a terveimet a felvonulásra! Ezért zárt be minket, hogy tönkre tegye a felvonulás, soha nem jutunk ki innen! A falakat csak gyémántfúróval lehet áttörni! Meg kell állítanunk a gonosz tevőt, mielőtt gonoszat tesz a felvonulással! Hát nem is tudom, nem olyan rossz, hogy összezártak minket. Szerintem egész romantikus. Susan Tess, hozzám jössz feleségül! Ha igent mondasz, bármelyik gyémántveretes fogam a tiéd lehet. Örökre! Fúj, nem! Várj, nem azt mondtad, hogy a gyémánt viszi ezt a falat? De! Oké, Susan hozzád megy. Milyen dicső nap! Mi? Én nem mondtam semmi ilyesmit! De csak ha kijuttatsz innen. Ó, kijuttatlak! Még ha ki is kell rágnom magam! Igaz, a gyémánt vágja a követ, ugye? Nem hitted el? Nem hittem, hogy ilyen jó móka végignézni. De nézd! Sikerült! Susan, ez most már az enyém lesz! Hát igen, talán legközelebb. Na persze! Hát ez nem vált be! Au contraire! Gonosz, újra jó! Ravatok! Megjavítanátok a falat! Nagy a húzat! No, na, Johnny! Egy igazi építőrobot! Mindig építőrobot! Páncélterem, belépni tilos! Remek! Már csak be kell jutni a páncélterembe a holminkhoz! Ezt elintézem, olyan savanyú, hogy ége! Mentsük meg Porbelit és a felvonulást! A pirítom! A rugószipőnk! A fagyikészítőgépem! Szuper ragadó spré! Hogyan győzzük le ilyen bénaságokkal? Hát, ha valaki képes ártalmatlan dolgokkal a tömegpusztításra, az Johnny! Ez igaz, és ezt újságkivágásokkal is tudom bizonyítani! Vágjunk bele! Ura, azt hittem, szuper meg a pudingevő ránk fogja szabadítani az ördögi tervét, és megpróbál világuralomra törni. Tudom, ez egyszerűen unalmas. Nem tudom, hogy szöktetek meg, de nem hagyom, hogy tönkre tegyétek ezt a napot. Nem-e? Ezt nekik mondjak! Na, kisétál kinek a csapdájába? Pirítokkal tüzelj! Nem rossz. Fagyi, támadás! Rugas cipő, mehet! Én Susanem! Nem! Egy csókot a hűsödnek! Fúj, nem! Adjátok meg magatokat! Béna a fegyvereitek mit sem érnek a szuper meg a fegyvereim ellen! Igazán? Ragadd meg az alkalmat! Vajon ki lehet ez a cselszövő gonosz? A Horgászmester! De miért?
Meg akartam akadályozni, hogy tönkretegyetek még egy felvonulást. Gondoltam, a fegyvereitek és a találmányaitok nélkül képtelenek lesztek, de mégis tönkretettetek mindent. Biztos ebben. Ez eddig a legjobb felvonulás! Nos, úgy tűnik, ha nem lehet titeket megállítani, egyszerűbb csatlakozni. És még azt mondtad, rossz ötlet eljönni. Sok lettünk. Ki hitte volna, hogy Pork Bellynek ennyire tetszik egy szuper mega küzdelem?